Hát Jelena Jankovics nem adta föl, hanem hozta az adogatását 3-0-nál, majd aztán ugyanez nem sikerült neki 4-1-nél. Ági 5-1-nél adogathatta mérkőzésért, mérkőzéslabdája volt, azt nem tudta kihasználni. Meg most beszélek olyanról, ami egy picikét kulisszatitok, de muszáj megosztani önökkel, szóval... Gondolom sokan látták, de nem olyan nagyon sokan, mint ezt a közvetítést. Ez egy Eurosport 2 élő közvetítésének egy kivonata volt, amit eddig hallottak. Amit ott hallottak, az egy élő valami volt. Viszont az a szerencsétlen helyzet állt elő akkor, hogy elment a kép, és ezért nem tudtuk teljes egészében megmutatni önöknek a mérkőzést. Sokáig ez veszélyeztette egyébként azt, hogy egyáltalán ez a program adásba kerül, amit gondolom Magyarországon elég sokan bántak volna. De aztán ilyen-olyan úton, módon, hogy ez ne fordulhasson elő, meg tudtuk szerezni az utolsó játékokat, és így aztán legalább láthatjuk Szávai Ágit. Én most nem tudom ezt a dolgot úgy közvetíteni, mint hogyha ne tudnám az eredményt, mert hát aki azt addig csinálta, az ugye nyilvánvalóan nem tudta ezt elkerülni. Úgyhogy örüljünk annak, amit most látni fogunk majd. Meg az ilyen fonákoknak, meg annak, hogy van egy teniszező most már Magyarországra a legjobb 20-ból a világranglistán, mert hogy ezzel, amit itt elért Pekingben Ági, azzal a jövő héten a 20. helyen jegyzik majd a világranglistán időlegesen. Ez nyilvánvaló, mert megy még följebb is. Ezzel a tenisszel nem lehet kérdés. A világranglista harmadik helyezettje, aki megfordított egy játszmát a tiebreakben 0-5-ről Ági ellen, és ez nem lett elég. Két mérkőzéslabdát jutott Ági így ezzel a... Tényleg azt mondom, hogy szinte egyedülálló fonákkal. És ezt nem én mondtam, hanem ez Daniela Hantova mondta, amikor legyőzte őt. Ilyen kétkezes fonákkal nem tudom, hogy van-e valakinek a világon. Én azt gondolom, hogy inkább nincs, mint hogy van. A vége, és Szávai Ági így fordította meg a második játszmával 5-1-ről a mérkőzést, és nyeri a pekingi tornát. Ennél kettő magasabb szint van a női teniszben, a Tier 1-es torna és a Grand Slam, és ez a mai napon tökéletesen kiderült, hogy egyik szint sem elérhetetlen. Nincs olyan szint, amit ne érhetne el. A világranglista harmadik helyezettjét verte, és a legfontosabb tanulsága ennek a mai mérkőzésnek az volt, hogy ő a jobb teniszező kettejük közül, játékban. Jelena Jankovics tényleg teljesen normálisan teniszezett. A legjobb ját nyújtotta egy jó darabig, kevés volt Szávai Ági ellen. Közel volt a győzelemhez, meccslabdája volt, de nem ő nyert, hanem Ági. Én búcsúzom, megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!